A Marson egyébként nagyon hideg van, általában jóval 0 Celsius fok alatti a hőmérséklet, és legtöbbször meg van fagyva a víz, és csak ritkán olvad meg. A csillagászatról, a Földről és a naprendszer bolygóiról tartottak előadást a Völgységi Múzeum nyári táborában. A gyerekek lelkesen válaszoltak a feltett kérdésekre, és aki helyesen tudta a választ, ő egy kis ajándékot kapott érte. Most pillanatnyilag a délelőtt első felében a csillagászat, aztán utána pedig a német tájhez révén a néprajz, tehát igyekszünk mindig egy kicsit változatos programokat összeállítani, hogy a gyerekek se unjanak rá egy témára. Most egy csillagászati előadást hallgathatnak itt a hátam mögött, aztán majd ki fogunk menni és megnézzünk egy igazi távcsövet, megbeszéljük a működési elvét, ki is lehet próbálni. Ugye fényes nappal kérdés, hogy mit lehet látni egy távcsővel, majd meglátják a gyerekek és elmondják. Ezen az egész héten a Völgységi Múzeum második nyári gyermektáborát szervezzük meg, megint csak változatos programokkal. Ezen a héten 3 napot leszünk itt a Völgységi Múzeumban, és 2 pedig külső helyszíneken. Most Baját és Bátát látogatjuk meg a gyerekekkel, ez nekünk is 2 új helyszín, ide korábban még nem terveztünk túrát. Mai nap programja egy kis csillagászat, kézműveskedés, majd elmegyünk a Német Nemzetiségi Tájházba, ugyanis a Bonyhád németség betelepítésének 300. évfordulóját ünnepeljük az idei évben, emellett készítünk egy konferenciát, egy időszaki kiállítást, illetve a gyerekeknek is igyekezzük ezeket a hagyományokat kihangsúlyozni, illetve minden aktuális hagyományra felhívni a figyelmüket, évfordulókra. Ezt követően szokásos gazdag programmal készül a múzeum, amit a Völgységi Múzeum kollégái, különösen Merkó István, Stefán Klára állítottak össze. Rengeteg kézműveskedés lesz, rengeteg vendéget fogadunk, különféle hagyományápoló, illetve természettudományos programok váltogatják egymást. Mindkét táborunkban 20-20 gyermek jelentkezett. Általános iskola alsó évfolyam, ugye itt 5. és 6-osok, illetve az előző táborunkban voltak már végzősök is. Tehát így igyekszünk mindig az általános iskolás korosztályt megszólítani. Az utóbbi években már, amint meghirdettük, azonnal beteltek a jelentkezési helyek, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy igény az van rá, és igyekszünk a következő években is ennek megfelelni. A szerdai napon élménydús és kreatív elfoglaltsággal várták a gyerkőceket, amelyről Jerkovicsné Stefán Klára adott tájékoztatást. A Völgységi Múzeum már évek óta szervezi a gyerekek számára a nyári élménytábort, és mindig az a fő célunk, hogy történeti, régészeti, néprajzi és természettudományos programokkal várjuk a gyerekeket tematikusan. Minden napra kitaláltunk valamit, ami vegyítve van néprajzzal, törivel és egy kicsi természettudománnyal, külső partnerekkel is dolgozunk, és nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományápolásra, meg a kézműves foglalkozásokra. Mai napon gyógynövényekkel ismerkednek, aztán egyik kollégánknak a távíró gyűjteményét próbálhatják ki, velünk van ma Foltozóból, Paksról, Szilvi és Laci, akikvel rönkrókát festenek, és az egészségfejlesztési iroda érkezik, még házi fagyi készül, aztán Pécsről a természettudományi karról megérkezik a Chem Hackers csapata, egy kis robbantgatás, kémia, vegyészet. A gyerekek kreatívan elfoglalták magukat, hiszen akrilfesték használatával készítettek maguknak egy rókát, amelyet a nap végén haza is vittek. Egy mini fatörzset készítettek elő Foltozó Szilviék, és ezt akrilfestékkel fogják befesteni a gyerekek, illetve díszítik filcanyagokkal. És közben pedig a természettudományos jelentőségét, a rókák élővilágát is megismerhetik Szilvi elbeszélésében. A gyerekek rendkívül fogékonyak az új ismeretek elsajátítására, így játékos formában tanultak az egészségfejlesztésről. Nagyon fontos, hogy ugye természetes alapanyagokból készült ételeket fogyasszanak a gyerekek, és ha tehetik, akkor helyi termékeket részesítsék előnyben, vagy akár otthon maguk is termelnek családdal, és tudjanak egy-két olyan trükköt, amivel magukat is kényeztethetik a nyár folyamán, ezért választottuk most a házi fagyi készítést. Nagyon sok olyan diákunk van, aki visszatérő, hogyha nagymamánál nyaral, akkor nagymama előszeretettel mondja azt, hogy válasszanak minket erre a hétre, és akkor élménydús nyarat biztosítunk nekik. Olyan jó a kapcsolat a partnerintézményeinkkel, hogy előre egyeztetünk, hogy ki mikor szervezi a tábor, de tematikájában olyan nagyon eltérő táborokról beszélünk, így mindenkinek az igényeit igyekszik a város kielégíteni nyáron a gyerekekét főként. Jövőre is 2 táborral szeretnénk készülni, de egész évben nagyon interaktív programokkal várjuk az iskolákat is, családokat is, meg hát a felnőtt közönségnek is szeretnénk kedvezni. Új kiállításunk is nyílik októberben.
mindig az a fő cél, hogy ugye mi nem csak egy telephelyen működünk, hanem a városban 4 telephelyünk van, amelyeket igyekszünk megismertetni velük. Pénteken például pont az Óvoda Múzeumban fogunk ellátogatni a reggeli órákba, de a Tűzoltó Múzeumban, ahol most a Néprajzi Múzeum kiállítása is megtekinthető, azt is már felfedezték, nálunk pedig kótfejtős játékkal kecsegtetünk, hogy megismerhessék a tárlatainkat. A mai napon akácfarönköket hoztunk a gyerekeknek, és akkor ezt ők fogják kifesteni, illetve füleket ragasztani, és ilyen kis rókák lesznek belőle. Most barkácsolást hoztunk a gyerekeknek, jó munkakapcsolatot ápolunk a Völgységi Múzeummal, és mi olyan játékokat szoktunk hozni, illetve olyan barkácsolásokat szoktunk, amit máshol nem igazán szoktak megtalálni. Nagyon szeretjük a természetes anyagokat, nagyon szeretjük az újrahasznosítást, és minden barkácsolásunkat e köré szoktuk felfűzni. Én nagyon szeretem azt, hogyha játszva taníthatjuk a gyerekeket, felkarolom a kérdéseiket, vannak ötleteik, vannak tapasztalataik, ezeket megbeszéljük, és próbálunk a játék folyamán minél több ismeretet átadni a természetről is. Mivel hogy a hosszú idő, amíg elkészül egy róka, ezért van idő közben beszélgetni, és akkor megbeszéljük azt, hogy mi az, amit tanultak, illetve mi olyan tapasztalatuk van, láttak-e már, illetve vannak olyan dolgok, amik tévesen vannak a köztudatban, akkor ezeket kijavítjuk, és megpróbálunk minél több ismeretet játékosan átadni a gyerekeknek. Nagyon szeretik a természetet, nagyon sok ismeretük van, bár igaziból az a tapasztalat, hogy a David Attenborough és az afrikai állatvilágról sokkal többet tudnak, mint a hazai fajokról, úgyhogy próbáljuk azért ezeket pótolni. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy megismerjék a hazánkban élő állatokat, növényeket, gombákat, mert minél többet tud róla, annál jobban megszereti a természetet, és hogyha szereti, akkor már védeni is fogja. Bonyhádi rendezvényeken is gyakran felbukkanunk, különböző játékparkjaink vannak, a múzeumok éjszakáján, a múzeumban, illetve a könyvfesztiválon is szoktunk játékokat hozni. Az iskolások izgatottan meséltek a táborban szerzett élményeikről. Kötöttünk, meg ilyenek. Itt nagyon izgalmas minden, és kedvesek a nénik, bácsik. Nagyon izgalmasnak tűnt, hogy a mama mesélt róla, hogy mik lesznek, és ezért mondtam, hogy én is el akarok jönni. És mit csinálsz most? Festek. És mit festesz? Rókát. És szereted a rókát? Aha. És miért? Mert szép narancssárga. Anya azért akarta, mert ma dolgozóba kellett mennie, ezért ide kirakott, óvinak már vége, és ennyi. És mit csinálsz szépen? Róka. Rókát? És szereted a rókát? Igen. És miért? Mert olyan cukik, mert már volt a házban is egy róka, ott kint a udvaron bejött, de utána menekült. A múzeum munkatársai igyekeztek minden napot élménydúsá varázsolni a tanulóknak. A tábort népszerűsítette az is, hogy a jelentkezők közül voltak olyanok is, akik már másodjára jöttek el.